Pünkösd karácsony és húsvét mellett a harmadik legnagyobb ünnepe a kereszténységnek. Karácsonykor kedves szokásaink szerint készülünk a gyermek Jézus születésére, és ez a karácsony egy nagy családi ünnep. Húsvétkor mélyen átéljük megváltásunk titkát. A szent 40 napos bőjt alatt fölkészülünk erre az ünnepre, és átéljük a nagy hét napjaiban mindazt, amihez az ünnephez hozzátartozik, Jézus szenvedésének és föltámadásának az eseményeit. Átéljük az utolsó vacsorát, az oltári szentség alapítását, mélyen, bensőségesen találkozunk Jézussal. Pünköstkor pedig azt ünnepeljük, hogy eljön a Szentlélek. Húsvét után az 50. napon, 10 nappal azután, hogy Jézus a mennybe ment, ígérete szerint elküldte nekünk a Szent Lelket. Azt mondta, hogy ez lesz az első ajándéka, amelyet elküld az Atyától nekünk, amelyet bőven, bőkezűen, szeretettel ad mindenkinek, aki ezt a Szent Lelket be akarja fogadni. Ez a Szent Lélek akkor első alkalommal, az első pünköstkor, tűz lángnyelvek alakjában és szélzúgását hallatva érkezett el. Valami egészen újat hozott, valami belső változást hozott létre mindazoknak a szívébe és lelkébe, akik együtt voltak az apostolok lelkében, és imádkozva várták Isten Szent Lelkének érkezését. Megértették Jézus tanítását. A megértett tanítást egyre inkább meg tudták valósítani a maguk életében, és még, ami ezen túl van, tüzes lélekkel, bátor szívvel elindultak, hogy a világon mindenfelé tegyenek Jézusról tanúságot, hogy beszéljenek arról, amit a Szentlélek megvilágosításában megtapasztaltak, Isten szeretetéről, Isten végtelen jóságáról. Pünkösd így egy olyan ünnep, amely elsősorban az emberi szíveknek, az emberi lelkeknek a belsejében történik meg. Nekünk kell kitárni a szívünket és a lelkünket, hogy befogadjuk a Szentléleknek ezt az ajándékát. Szent Péter arról beszél, hogy ez a lélek tulajdonképpen olyan, mint egy új szem. Valahogy másnak látjuk a világot, benne magunkat, másnak érezzük tetteinket, belső érzéseinket. Miért másként? Azért, mert nem csak a magunk tapasztalata, nem csak a világ hangulata szerint ítéljük meg mindezt, hanem elkezdjük Isten szemével látni. A Szentlélek nélkül, pünkösd nélkül nagyon szegények lennénk. Meg kell tanulnunk a Szent Lelket befogadni, a Szentlélekkel együtt élni, a Szentlélek szeretetét képviselni, a Szentlélek tűzével lelkesedni, meg kell próbálnunk a Szentlélektől kapott hit örömével és belsőségességével szeretni Istent, szeretni embertársunkat, és teljesíteni azt a küldetésünket, amely nem csak az apostoloké volt, hanem ránk is tartozik, hogy tanúságot tegyünk ebben a világban Jézus Krisztusról. Isten Szent Lelke újítson meg minnyájunkat, Isten Szent Lelke tegye teljessé bennünk mindazt a jót, amit a Jóisten kezdett el bennünk kegyelmével.